Előre haladott állapotban van az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba-Konnaros közötti szakasza, jelentették be a péntek délelőtti békéscsabai sajtótájékoztatón. A projekt befejezési határideje 2021. január 31-e, de a főpálya forgalomba helyezése várhatóan december közepén megtörténik. Vagyis az eredeti befejezési határidő előtt több mint másfél hónappal használni lehet az utat. Január 31-ig még munkavégzések folynak, hiszen a főpályán kívül még lesznek rekultiválandó felhagyott útszakaszoknak a rendbetételét és különböző tereprendezési munkálatok. Ez már a közlekedőket nem fogja zavarni. A projekt, M44-es projekt mellett, ahogy említésre került, épül a Fürjesi út is, a maga 8 kilométeres szakaszából, amiből több mint 5 kilométer zöldmezős beruházás, 3 kilométer pedig a Csanádapácai útnak a felújítása. Ez a projektelem 36%-os készültséget mutat. 22. augusztusa ennek a projektnek a befejezési határideje. Titkon bízunk benne, hogy azért nem kell 22. augusztusáig várni erre ennek a projektnek a befejezésére sem. Az M44-es gyorsforgalmi út másik végén is zajlanak a kivitelezési munkálatok. Tiszakürnél van jelenleg a 2x2-sávos út vége, onnan mintegy 10 kilométeres szakaszat Tiszakürt lakitelek, mely 60% feletti készültségi szintet mutat. Az ottani munkálatok 2021. szeptemberében érnek véget, októberben pedig forgalomba helyezik azt a szakaszt is. Lakiteleknél épül egy mérnökségi telep, hiszen nem csak megépíteni, hanem fenntartani is kell ezeket az útszakaszokat. Szintén lakiteleknél épül az új 2x2-sávos Tisza híd. Elhangzott, a híd az ellipszis kapuzatával, valamint ferdekábeles kialakításával nem csak Magyarországon, hanem a világon is egyedülállóvá teszi az M44-es megjelenítését. A lakitelek Szentkirály szakasz jelenleg 15%-os állapotban van. Ennek a befejezési határideje 2024. A sajtótájékoztatón kiemelték, a lakitelek és Kecskemét közötti 20 kilométeres szakaszból már 16-17 kilométer elkészült, a burkolati jeleket is felfestették. A 17,6 km hosszú 2x2-sávos gyorsforgalmi út megvalósításával Békéscsaba bekapcsolódik a gyorsforgalmi út hálózatba, melyel nő a régió versenyképessége, illetve biztonságosabbá, gyorsabbá válik Békés megye megközelítése. Felmérhetetlen, felbecsülhetetlen jelentősége van. Én azt hiszem, és mondom még egyszer a sajtó, a sajtó képviselőinek a nagy létszáma is ezt jelzi. Nem csak a békéscsabaiaknak fontos ez az út, hanem tulajdonképpen valóban azt mondhatjuk, hogy a megye majd minden lakosa számára fontos, mert hogy nem csak ezt a 18 kilométeres, illetve a közelmúltban átadott 62 kilométeres szakaszt kell számolnunk. Ez egy komplex úthálózat fejlesztés. Kovács József országgyűlési képviselő kiemelte, egy olyan út, mint az M44-es fellendítheti a térség életét. Én Gyulának vagyok a egyéni képviselője, és már is elmondhatjuk, hogy Budapestre menet már ebben az időszakban is egyetlen településen sem kell keresztül menni, hál' Istennek, de ez a szakasz, a Konnorosi szakasz nagyon sokat fog ezen javítani. Az M44-es gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan hoznak létre egy olyan telephelyet, mely a Magyar Közút Békéscsabai mérnökségéhez tartozik majd. A közel bruttó 375 millió forintos beruházás főeleme egy 670 négyzetméteren épülő fedett, fűthető csarnok. 8 darab tehergépjárműnek a téli partkutatását fogja lehetővé tenni. Ezen kívül megvalósul még 2200 négyzetméter térburkolat, illetve egy 10 kW-os napelemrendszer kerül beüzemelésre. A kivitelezési munkák, ahogy látjuk, előre haladott állapotban vannak. Jelen pillanatban 60%-os körüli a készültségi arány. A csarnoképület gyakorlatilag szerkezetkész. A belső betonozási munkák a tegnapi nap folyamán megtörténtek. Igazából a szakipari, illetve a gépészeti és villanyszerelési munkák azok, amik hátra vannak. A külső térburkolatoknak a szegélyezése, vízelvezetése, illetve a burkolati rétegek, alaprétegek elkészültek. Itt az elkövetkezendő napokban, hetekben az aszfaltozás fog megtörténni. Cserkuti András hozzátette, az épületet várhatóan decemberben használatba veszik. Itt a Békéscsabai mérnökség tehergépjárművei parkolhatnak majd fűtött, zárt térben. A megjelentek a sajtótájékoztatót követően bejárták az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba-Konnoros közötti szakaszát.